hullámok visszaverődése sík felületről. Vizsgáljuk meg, mi történik, ha egy gömbhullám egy merev, sík felülettel találkozik. Ilyen például egy szilárd fal a hang számára, vagy egy sík fémlemez a fény esetében. Láthatjuk, hogy a hullám visszaverődik a merev határról. A visszavert hullám szintén gömbhullám, melynek középpontja a fal túloldalán van. Kicsit pontosabb vizsgálat azt mutatja, hogy ezek a középpontok éppen az eredeti forrás matematikai tükörképénél találhatók. Azt is megfigyelhetjük, hogy a visszavert hullám kitérése a nyugalmi helyzettől épp ellentétes, mint a bejövőé. Amíg a bejövő hullám front felülete egy fényes csíkkal jelenik meg, addig a visszavert esetén a front eleje sötét, ami jelzi a két hullám ellentétes fázisát. A gömbhullámok visszaverődésének ezt a sajátosságát egyszerűen megérthetjük. Képzeljünk el két azonos frekvenciájú és amplitúdójú pontforrást, melyek pont 180 fokos fáziseltérésben vannak. Könnyű belátni, hogy összekötő szakaszuk felezőmerőlegese egy teljes kioltási vonal lesz. Ebben az esetben semmi nem változtat, ha egy merev falat tolunk be oda. Valóban, az előző animációban is már a jobb oldalon ott volt a fal, a hullámkép mégis azonos volt a baloldalival. Mi történik, ha sík hullám esik a merev sík felületre? Láthatóan sík hullámként fog visszaverődni. A bejövő és a visszavert hullámok iránya a felülettel azonos nagyságú szöget zár be. A Huygens-Fresnel elv alapján könnyű megmagyarázni ezt a jelenséget. Válasszuk ki az egyik beeső front felületet, ami már a felület közelében van. Ha ebből indítjuk ki az elemi gömbhullámokat, és figyelembe vesszük, hogy azok gömbhullámként verődnek vissza a felületről, akkor könnyű belátni, hogy a visszavert gömbhullámok egy visszaverődő sík hullámot fognak alkotni. Látható, hogy a sík felületről való visszaverődés úgy zajlik, mintha a sík felület mögé behatoló hullámot visszatükröznénk a forrás oldalára, és fázisát ellentétesre változtatnánk. Ez a törvény minden hullámra igaz, de különösen a fényhullámoknál lesz jelentősége.